Sokszor használunk helytelen szavakat, kifejezéseket a látássérültek megszólítására, ilyen rossz példa a látáskorlátozott a világtalan, vagy éppen a fogyatékkal élő, a fogyatékossággal élő helyett. A világtalan szóhasználata egyenesen sértő az érintettek számára. Abba, hogy a többségi társadalom ne essen ilyen hibába, a médiának és sajtónak is nagy szerepe van. Minél több teret biztosítanak nekünk mindenféle platformokon, segítenek abban, hogy elmondhassuk, hogy milyen helyes kifejezéseket használjanak ránk látássérültekre, és hogy a sajtó milyen írások vagy tudósítások útján ő tájékoztat, hogy a sajtó használjon megfelelő kifejezéseket, hogy, tehát hogy mindenféle szempontból teret adjon arra, hogy egy fogyatékossággal élő csoportot támogató, segítő civil szervezet bemutatkozhasson. Az Egyesület vezetője szerint jó az együttműködésük a médiával, de lenne még mi javítani. Nemes Nagy Tünde az infokommunikációs akadálymentesítés fontosságára is felhívta a figyelmet 35 perc című műsorunkban, annak érdekében, hogy a látássérültek az online térben is tudjanak tájékozódni. Az általuk használt szövegfelolvasó applikációk ugyanis például nem tudják felismerni a gyakran túlanimált szövegeket. A közösségi oldalakon megjelenő programajálók vagy közérdekű információkat sokszor a megosztó színes plakátokon, figyelemfelhívó plakátokon teszi közé, ami nagyon szép, és tényleg biztos, hogy többen megnézik, hogyha mondjuk ez egy szép kékszínű, felületen van elhelyezve, figurákkal és egyéb dekorációkkal, de a szövegfelolvasó sajnos ezzel sem tud mit kezdeni, és ekkor szoktuk azt mondani, hogy maradhat az a szép, gyönyörű plakát, csak fölé kellene írni a legfontosabb információkat. Micsoda, hol, mikor, hány órától, ki fog előadni. Tehát, hogy az egyenlőségű hozzáférés nekünk látássérülteknek is így, így teret biztosít. Október egyébként a látás hónapja, október 15-én pedig a fehér bot világnapja volt. Más alkalmak is vannak ugyanakkor, amikor nagyobb figyelem fordul a látás sérültek felé. Ilyen a vakvezető kutyák és a fogyatékos emberek világnapja. Az Egyesület is sok szemléletformáló tréninget, foglalkozást tart a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, elnökük elmondása szerint ezeknek is köszönhető, hogy elfogadóbbá és nyitottabbá vált a társadalom a sérültekkel és más fogyatékossággal élőkkel szemben.